Na sziasztok, sebizások és károsultak! Ismét jelentkezem Dunaharasztiról, az OTP Bank elől véleménynyilvánítás céljából. Készültem egy kicsit előre, erről nem mondok most semmit, látszik minden rajta magától érthetődik. A mai véleménynyilvánításomnak a címe az lenne, te melyik körbe fogsz tartozni, akik némán tűrik, hogy kitesznek a házaitokból, vagy cselekedsz érte is harcolsz azért, hogy ez ne következzen be. Én az utóbbihoz tartozom. Sziasztok! Azt viszont, annyit viszont elmondanék nektek, ha semmit nem csináltok, akkor úgyis az lesz a vége. Könnyű falat lesztek, és szépen kimentek csöndbe a házatokból, mint a többiek, kifestitek, és írtok egy olyan cikket, amit olvastam a múltkor. Sajnos ki kell mennünk a házunkból, de aki majd átveszi és beköltözik, remélem jó gazdája lesz, mert mi nagyon szerettünk itt élni. Hát azért én ilyet nem írtam volna, hanem inkább azt mondtam volna, föl a vasvillát, azt adj neki. Mert én ezt csinálom, hogyha lesz valami. Viszont valami elindul gyerekek cselekvés tekintetében. Ugye azt tudjuk már, hogy Miskolcon, Tatabányán, Zalaegerszegen mennek azért az egyéni akciók, véleménynyilvánítások, tecáik. Akkor Miskolcon, most hirtelen nem teszem, mert nem is érdekes. Az a lényeg, hogy csinálják. Igen. És most valami elindult a héten, a Kossuth téren volt egy egyéni, illetve két egyéni éhségszájk akció. Ugye az egyik Romsics Maja volt, a másik Ávica volt. Ennek nagyon kell örülni, hogy végre valami elindul. De tudjátok, mi ebben a legnagyobb baj? Hogy nem voltatok utána ott. Mert ugye egészségügyi okokból nem hiába mondták, hogy éhségszákot tartanak napokig, azért nem engedte meg az egészségük, de helyette odaülhetetek volna ti is, nap mint nap, tízek, százak, ezrek, vagy egyénenként, nem kell csoport, nem kell tömeg, és azok az emberek hol vannak, vagy hol voltak, akiket kilakoltattak már. Ezek az emberek miért nem lépnek föl, miért nem tesznek magukért még? Hát miért adnak mindent olyan könnyen ebbe az országba? Azért csinálnak velünk azt, amit akarnak, nézzétek meg, a hatalom szorítgat, a demokráciát csorbítja, mindenhonnan, minden szűkít, mindent vesz, húsba köti az embereket, és ti ezt hagyjátok. Ha mindenki fölállna, és egyénileg cselekedne, vagy a véleményét kinyilvánítaná, csak annyit, hogy egy rohadt plakátot föltegyen a bankon, ezen a banknak dolga van, ezt le kell fényképezni, ezt iktatni kell, jegyzőkönyvet kell írni róla. Ha ezt naponta 10-100-an ezen csinálnátok, megbolondulnának a bankok. Akkor a nyomás lenne rajtuk, ki se tudnának mit. Akkor itt végeztem, gyerekek, átmegyek a RT-be, ott is ugyanett fölrakom ezt a plakátot. Ez a gyászszalag a demokrácia halálát jelenti, mert az országban az a helyzet, hogy egyre jobban szűkül ez a demokrácia. Ugye a kormány is most kimegy Tusványosra, vagy Posványosra, onnan osztja az észt, annak a másfél millió magyarnak, aki Erdélybe él, úgy látszik az ő miniszterelnökük. Ez a 10 millió, aki itt van Magyarországon, ez le van szarva, ez csak arra kell, hogy szolga legyen, fizesse az adót, kizsákmányolják és kitegyék a házaikból. Iskolákat leredukálják, a kórházakat, oda tudunk pénzt küldeni, óvodákat felújítani, templomokat, mindenhova. Én nem mondom, hogy ez baj, de itt sokkal nagyobb, sürgős dolgok vannak az ország jobbítása érdekében. Először itt kell söpörni a portánkon, majd amikor marad egy kis pénz, vagy van hozzá tehetőségünk, akkor segítsük azokat is. Én nem hallottam még, hogy a románok segítik a magyarokat, a szlovákok segítik a magyarokat, vagy a szerbek, vagy a horvátok. Nem hallottam még ilyet. Mi nekünk állandóan meg kell mutatni, a seggünk kín van állandóan, de mi vagyunk mindig a Janik. Az egész világ rajtunk röhög. És tudjátok, mit mondok nektek? Hiába akarunk mi nagyok lenni, meg ilyen erős hadsereggel, meg olyan. Senkik vagyunk, egy porszem. Nem is jegyeznek a világban, mindig a Trumphoz akarunk menni, ott három percet talán hadnak. De nem is tudja, hogy hol van Magyarország. És föl vagyok háborodva különben. Tessék a regnáló hatalomnak, a kormánynak, a magyar emberekkel foglalkozni, és nekik az életüket, a sorsukat jobbítani. Elsősorban ezt a kibaszott végrehajtást és kilakoltatásokat tessék már végre leállítani, vigyék a parlament elé, de ez ugyanúgy vonatkozik az ellenzékre is. Az ellenzék se csinál semmit. Beállt a hatalom mögé, és ugyanúgy ő is asszisztál ehhez az egész kifosztáshoz, ami ebben az országban van. Látjátok, az egész nem tart 10 percig. És már itt is vagyunk,
Itt a másik vélemény nyilvánításunk. Sokat nem tépem a számot már, mert amikor rám szóltak, hogy mindig ugyanazt mondom, és már unják ezt a vélemény nyilvánítást. A gyerekek, ha mást akartok, ez nem egy heti teleregény, minden hetes, mint a szomszédok, hogy mindig egy új sorozat jön, meg új téma. Akinek ez nem tetszik, írja a forgatókönyvet meg, vagy írja meg, hogy mit akar, és akkor küldje el, akkor hát, ha bemondom, amit akar. Vagy akkor mondja elő. Erről van szó. Tehát ez amit csinálok, A legfontosabb, ugye a végrehajtások és a kilakoltatások azonnali leállítása. Persze. Ez, amit kérünk, ezt nem lehet unalomként felfogni. Hát az életünkről van szó, hát a mai napig folynak a kilakoltatások. Hát ezt nem lehet hagyni, ezt nem lehet virágnyelven elmondani. A végrehajtásokat és a kilakoltatásokat azonnal le kell állítani. Így van. Mert a bankok tisztességtelenek így voltak. Van. Figyeljetek, ha ez a legfontosabb dolog, nem beszéljetek a marha pörkölt receptről. Ja, meg a karcagi birkafőző. Így van, vagy a karcagi birkafőző versenyről. Igen. Ezt kell tudatosítani az emberek fejében nap, mint nap, úgy, ahogy a kormány is a ő propagandájában azt szajkóz állandóan, jönnek a migránsok, meg Soros, meg ilyen baromságokat. Holott tudja mindenki, hogy ez nem is igaz. Valaki is írta neked, hogy ha indulsz a választáson, rád fog szavazni. Nem, mi... Nem, én nekem ez a lényeg, gyerekek. Én nem akarok politizálni. Én szeretnék már nyugodtan a családommal, az unokáimmal együtt élni. Ez a lényeg nekem, hogy ezt vigyék végbe. És ehhez te is kell lesz, aki otthon ül, és akkor azt mondja, azt is írjátok még, hogy már unalmas ez az egész, és már ilyen fáradt meg olyan. Hát mitől vagytok fáradtak, mikor még el se kezdtétek? Így van. Persze, mástól fáradt az ember, mert már idegileg is kifárad ebbe, de egyébként nekünk meg ez borzasztó sok erőt ad. Enélkül mi nem tudnánk ezt véghez vinni, ha ezt nem csinálhatnánk. És amíg én élek, addig, és nem lesz megoldva, addig fogom is csinálni a véleménynyilvánításon. Mindig ki fogom fejezni, bármi is történjen velem, mert... Az nem lehet, hogy ebben az országban mindig csak a szegény átlagos ember húzza a rövidebbet is. Van egy pár száz vagy pár ezer uralkodó réteg, aki azt csinál velünk, amit akar. És tessék elszámoltatni a bankot, és tessék elszámoltatni a bankokat, és azt a pénzt, amit elvettek, azt az 1 000 milliárd forintot a károsultaktól, ne az állami pénzből adják vissza, a bankoktól kell elvenni. Hiába mondta azt annak idején, hogy Gyurcsány Ferenc, hogy akkor tönkre mennek a bankok, meg a Aracki András is. És ha tönkre mennek, ki a faszt érdekel? Nem kaszáltak még eleget? Ha ez tisztességesen működne a bank, akkor mindenki szépen meg tudna élni ebbe az országban. Nem az, hogy a kockázatot, az egészet ráthárították annak idején, mint ahogy Orbán Viktor is 2013-ban elmondta a parlamentben, hogy igen, ez előre ki volt találva, minden kockázatot az adósokra hárítottak, most meg újra mutogatnak, és a végrehajtás ellened is kidobálnak a házadba. Azért, mert hagyod, mert nem emeled föl a hangodat. És én ilyen befejeztem a véleménynyilvánítással, amit még átmegyünk a K&H-ba, de amit gondoltam, elmondom, ahol csinálok egy fényképet, fölteszem, és reagáljatok rá, hogy mi a véleményetek erről az egészről, és ami ebbe az országba folyik most. De sziasztok! Én annyit szeretnék mondani, hogy legyen végre már egy olyan nap, hogy mindenki elmegy és a környékén lévő bankot leplakátolja. Ezt már olyan sokszor elmondtuk, nem ettől a néhány plakátolástól fog ez az egész bankrendszer összeomlani, hanem attól, ha minden bankfiók rendszeresen le lesz plakátolva, mert azzal a fiókvezetőnek dolga van, és nem fogja tudni még egyszer egy képviselő sem azt mondani, mint amit Aracki András mondott nekünk, hogy ha ilyen nagy a probléma, miért csak önök vannak kinn az utcán? Miért csak önök nyilvánítanak véleményt? Mert ő azt mondta, hogy 4 millió 400 ember rájuk szavazott, akkor nincs probléma. Ugye ezt is tévesen mondta, nem ennyien szavaztak a Fideszre, csak 2 millió valahány százezren, de hogy ő ebből azt szűri le, hogy csak ennek a néhány embernek, maximum ennek a 10-nek jelent ez problémát. Látjátok? Ezért kell felállni, ezért kell mindenkinek rendszeresen a bankját, legalább azt az egyet, ahol él, ami ott van a környezetében leflakátolni, mert akkor fogják tudni, hogy hoppá, hát nem csak ennek a pár sárga pólósnak jelent ez problémát, hanem
az összes többinek, mert ők pontosan ennek tudják be, ennek a néhány embernek, hogy ez csak a mi problémánk. Értitek? Mert a politikusok ilyenek. Ők csak azt akarják kifele mutatni, ami sok embernek a problémája lenne. De mivel kevesen vagyunk, így be is tudják ennek. Ezért lényeges, mert tudjuk jól, nem ettől a párplakáttól, de hogyha rendszeresen van mindig kiplakátolva a bank, minden fiókvezetőnek, ahány bank van, mindegyikről jelentést kell írni. És most képzeljétek el, ha itt Dunaharasztin, hol ott tudom, hogy rengeteg devizakárosult van, mi elmennénk, mert ezt egy fél órán belül le fogják szedni. Jön a következő, leszedi. És aki ezt leszedi, annak holnap reggel fiókvezetőnek be kell mutatni, hogy kérem szépen, mondjuk, leszedtem most két plakátot, majd jött még 25 ember, még 25-öt is, erről jelentést kell írni. És hogyha ennyi jelentés bekerül majd a központba, akkor azt fogják mondani, hát gyerekek, itt tényleg valami nagy probléma van. Értitek? Ez a lényege, ezért kéne csinálni. Menj el a képviselődhöz, menj el a politikushoz, aki ott lakik a környezetedbe, és nyilvánítsd ki a véleményedet. Másképp nem lesz megoldás, ezt mi tudjuk. Na, fel a fejjel, mindenki induljon el, sohasem késő, hajrá! Hajrá, várjatok, akkor csinálok még egy ilyen képet, ahol mi hát, ha mind a ketten benne vagyunk. És akkor innen elköszönünk tőletek. Jó. Sziasztok, hajrá! Cselekedjetek! Várjál.